Nos, a kérdésekkel, észrevételekkel folytatjuk az összevetelünket. Ezúttal is számos észrevétel, kérdés érkezett. Nagyon örülünk, hogy újra és újra megosztják velünk, a kedves televízió nézők is, a szükségeiket, észrevételeiket, tehát a képernyőn megadott telefonszámokon, illetve SMS számon lehet küldeni hozzánk észrevételeket, kérdéseket. Ó, Istenem! Tehát, tisztelt gyülekezők, a minap átkapcsoltam az ATV-re, amikor az önök énekeivel elkezdődött a mise. Jó magam hithű katolikus vagyok, kérdéseim következők. Mennyire megfelelő az önök elképzelései számára a mai kapitalista társadalom? Egyáltalán a kapitalizmus önök szerint mennyire összeegyezhető a keresztény hittel, értékekkel, erkölcsel és eszmeiséggel? Nem gondolják, hogy a szép ruházat és a kellemes külső a jézusi egyszerűségnek teljesen ellentmond? Én üzleti megbeszélésre vagy hivatalos találkozóra öltözöm így ki. Üdvözlettel, SB. Tehát a mai kapitalista társadalom, hát gondolom, hogy a magyar kapitalista szisztémára kérdez rá, kedves televízió nézője, ezzel kapcsolatosan nem kívánok részletesen kifejteni az álláspontomat. Én azt gondolom, hogy ez még fog fejlődni, alakulni, formálódni, és lesz belőle valami. Én úgy gondolom, hogy fejlett demokratikus kapitalizmusnál az emberiség jobbat még nem talált ki, ez az én személyes véleményem. Nos, hogy a keresztény hittel, értékekkel, erkölcsel és eszmeiséggel mennyire összeegyezhető, ez nem lényeges kérdés. Azért nem lényeges kérdés, mert a Biblia világossá teszi azt, hogy az e világ és az e világnak a rendszere, a világrend nem áll összhangban Isten tökéletes akaratával, tehát se az Ószövetségi, se a keresztény hittel sem, értékekkel sem, mert ez a világ még a halálnak a korszakában él, és éppen emiatt a társadalom minden területét, így az államformát is befolyásol a bűn, az eredendő bűn minden helyen jelen van, és éppen ezért a legkisebb rossz elve alapján igyekeztek eddig a történelem során politikai, illetve berendezkedési szisztémákat kialakítani az emberek. Mindegyikről kiderült, hogy a bibliai erkölcsi normáknak, értékeknek nem felel meg. A mai sem felel meg, vannak természetesen találkozási pontok, de nem felel meg, és éppen ezért a mi atyánkban úgy imádkozunk, katolikusok is, hitesek is, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Tehát addig is, amíg nem jön el az Isten országa, a legfontosabb feladat az, hogy olyan rendszerek alakuljanak ki, amelyek az emberi méltóságot, az emberi jogokat tiszteletben tartják, és az emberi élethez való jogot mindenkinek biztosítják, tehát ezt a feladatot politikusoknak és természetesen az egész társadalomnak kell megoldani, és minden politikai rendszer folyamatos reformokra szorul éppen azért, mert egyetlen egy rendszer a mostani állapotában nem tökéletes, mindig van mit javítani rajta. A magyar kapitalizmuson sok mindent kell még javítani, ez még eléggé vad, és azt gondolom, hogy még a régiből is nagyon sok minden van benne, illetve a régiekből nagyon sok minden van benne. A szép ruha és a kellemes külső és a Jézusnak az egyszerűsége, ugye ezt kétségkívül el kell, hogy ismerjünk, hogy názareti Jézus Krisztus nem öltönyökbe járkált, hanem közel-keleti ruhát viselt akkori kornak a szokásának megfelelően.
de azért bátorkodom megjegyezni, hogy Jézuson olyan drága köntös volt, hogy a római katonák érdemesnek tartották, hogy kockát vessenek érte, mert úgy érezték, hogy nagy áldásban lesz része annak, nem szellemi okokból, hanem anyagi okok miatt, aki ezt a köntöst megszerzi és hazaviheti. Tehát ez a varatlan köntös, ami a názareti Jézus Krisztusnak a testét borította, ez bizony nem rongy volt, mert azt gondolom, hogy ha egy szakadt köntöst hordott volna názareti Jézus, akkoriban is azért volt az embereknek bölcsessége, érzéke a szépséghez, a jó megjelenéshez, különösen igaz ez a rómaiakra, tehát meg vagyok róla győződve, hogy nem versenyeztek volna a katonák, hogy megszerezzék a názareti Jézusnak a köntösét, de valóban nem öltönyben járt Jézus, meg még mondhatnék más példát is, de szeretném megjegyezni a ruházkodással kapcsolatban, hogy az üzleti megbeszélésre vagy hivatalos találkozóra öltözöm, így ki írja a kedves televízió néző. Én azt gondolom, hogy ha valaki ismeri Istent, és személyes kapcsolata és közössége van az Úrral, akkor az Úrban fölfedezi, hogy ő a legfontosabb személy az életében. És ő vele való kapcsolattartás a legfontosabb kapcsolat az életében. Ezért azt gondolom, hogy ha fontos emberrel kíván az ember találkozni, nem csak a bensejében, hanem a külsejével is kifejezi a partneri iránti tiszteletet és elismerést. Tehát ez az oka annak, hogy az Isten tiszteleteken általában jól öltözötten jelennek meg az emberek. Már ami a hithű katolikusságot illeti, hát én minden vasárnap jártam katolikus templomba, és engemet úgy tanítottak, neveltek, hogy a legjobb ruhát kell felvenni, és azzal kell megjelenni a templomba. Én tehát azért azt gondolom, és most is azt látom, hogy a katolikus hívők is, legalábbis nagyon sokan, szép ruhával és kellemes külsővel jelennek meg a templomban. És más kultúrákban is ezt tapasztaltam. Voltam istentiszteleteken, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, Ázsiában, mindenhol azt tapasztaltam, egyszerű indiánok, ázsiai emberek is, hogy a legszebb ruhájukat felveszik, és mennek a churchbe boldogan, hogy az Isten tiszteljék és magasztalják. Tehát az Úrral való kapcsolat, például ezen az Isten tiszteleten, az üzleti meg... Persze, egyébként meg lehet beszélni az Istennel is az üzletet, Jézus Krisztussal is, mert ha tisztességes üzletről van szó, abban is támogatja az ember, tehát üzleti megbeszélést is lehet folytatni vele, de más magán jellegű megbeszélést is lehet ő vele folytatni. Ezért mondja ő, hogy bármit kérünk az ő nevében, megadja az ő az Atya. Ön arról beszélt, hogy vízözönkor Isten ítélete pusztította el a szárazföldet. Milyen felelőssége van akkor az emberiségnek a természeti környezete megóvásában? Rendkívüli nagy felelőssége van. Ugye eredendően az ember azt a feladatot kapta Istentől, hogy a földet művelje, őrizze, védelmezze. Ezért az ember a felelős, és a természet állapotáért mindig az embereket teszi a Biblia felelőssé, tehát éppen ezért mai világban, amikor drámai módon romlik a földnek az állapota, a környezet szennyeződés, környezetrombolások zajlanak világszerte, nagyon fontos feladata az embernek, hogy ezt a folyamatot megállítsa és megvédje Istennek az ajándékát, mert a földet Isten azért teremtette elsősorban, hogy az ember számára lakásul szolgáljon, tehát lakás, otthon legyen a föld. Bár az előbb azt énekeltük, hogy a menny a mi otthonunk. Igen,
szeretnénk átköltözni, szeretnénk, hogyha evakuálna bennünket majd Isten a maga idejében, a menny az valóban gyönyörű otthon. Erről sokat beszéltek már előttünk élő emberek, és mi is beleszerettünk ebbe a mennyei, Istentől készített városba. Kedves így gyülekezete, szeretnénk választ kapni arra a kérdésre, hogy mi szükség van az önök szerint az egyházukra, őszinte kíváncsisággal és tisztelettel, Rácz G. néző. Hogy mi szükség van a híd gyülekezetére, a híd gyülekezete egyébként most már évek óta Magyarország létszámát tekintve negyedik legnagyobb egyháza, az aktív tagságot tekintve pedig a harmadik legnagyobb egyháza Magyarországnak a híd gyülekezete. Én azt gondolom, hogy a két évtizedes pályafutás alatt a híd gyülekezete nagyon fontos dolgot tett a Biblia megismertetéséért, népszerűsítéséért. Nagyon fontos szolgálatunknak tekintjük, hogy a keresztényi válásnak az alaplépéseit minél többen megismerjék, az újjászületést, a Szentlélekkel való találkozást és betöltekezést. És ezen kívül, ahogy a mai istentiszteletünk első részében is lehetett hallani, nagyon fontos számunkra az Istennek a magasztalása, Isten személyének, tulajdonságainak, tetteinek, beszédének a fölmagasztalása, zenével, dicsérettel. Tehát úgy gondolom, hogy az egyházi zenének a megújításában is a híd gyülekezete kivette a részét az elmúlt két évtizedben, és ennek egy élharcosa lett Magyarországon. Ezen kívül számos olyan ember fordult Istenhez, akiket a tradicionális egyházak nem tudtak volna elérni, új forma kell az új generáció számára, legalábbis az új generáció bizonyos részei számára, ezért nagyon sokan megtértek a rockvilágból, a drogos háttérből, nagyon sok alkoholista jött az Úrhoz és megszabadult az alkoholfüggőségből. Ezen kívül nem tagadjuk, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik büntetett előéletűek voltak, de Isten megérintette őket, megváltoztatták az életüket, értékrendjüket, tisztességes, becsületes polgárként élnek és dolgoznak. Sorolhatnám tovább még, tehát én azt gondolom, a híd gyülekezetére a magyar társadalomnak égetően szüksége van. Egy kis önreklám. Elhangzott, hogy Noé kora előtt Isten nem büntette az emberölést, utána viszont igen, a ne ölj törvénye a 10 parancsolatba is bekerült. Mi váltotta ki ezt a szigorítást? A másik kérdésem, a ne ölj parancsa csak emberre vagy állatra vonatkozik-e? Hogy mi váltotta ki a korszakváltás során bekövetkezett módosulás, változást a ne ölj-el kapcsolatban? Részben utaltunk, hogy az első korszak a bűnbeesés után a szabadságnak, az önrendelkezésnek, a lelkiismeretnek a kora volt, amelynek egyik fő lényeges eleme az volt, hogy nem érvényesítették a bűnnel szemben sem, a bűnös magatartással szemben sem a társadalmi igazságosságot. Ennek a korszaknak a végkövetkezménye az anarchia lett, a káosz lett, a győztesek a gyilkosok lettek, a jók pedig áldozatok lettek. Tehát ennek a korszaknak véget vetett Isten, és behozta a ne ölj, illetve igen, lehet mondani így, hogy a Noéval kötött szövetségben már benne van a ne ölj parancsolat, ami azt jelenti, hogy a törvényszékek által az embereknek kell érvényesíteni a társadalmi igazságosságot, tehát a bűnt vissza kell szorítani, és a bűnöst meg kell büntetni, a gyilkost meg kell büntetni, és ez képezte az alapját tehát az állam kialakulásának, és elindult az emberi uralomnak az időszaka, amikor az embernek Isten jogot adott a törvénykezésre, a törvényeknek a készítésére, és azt gondolom, hogy ez helyes döntés volt, mert másképp a
világtörténelem nem bírt volna ki 5000 évet, csak gondoljunk arra, hogy a Ádám bukása után a Noé-ig körülbelül 1000-1200 év telt el, és az akkori emberiség megtel gonoszsággal, erőszakkal, és az igazságosságnak hűlt helyese maradt a földön, illetve egy család életében igen, Noé-nak a családjába, és ezért kapta meg a Noé a túlélésre Istentől a kegyelmet, és egyben az új világnak a megalapítására. Az állatokkal kapcsolatos rendelkezés megváltozott ezután, és a Noéval kötött szövetség után az állatok fogyasztása, a húsfogyasztás szabad lett, előtte az emberek csak növény eredetű ételt fogyasztottak. Tisztelt német úr, ön szerint csak a világosság számít abszolút jónak, de akkor honnan jöhetett létre, és honnan Isten egy angyalában a rossz? Ha ez egyszer előfordult, mi a biztosítéka annak, hogy nem fog újra megismétlődni ez újra a mennyben? Hát egyik legfogasabb és nehezebb kérdés a Bibliában a rossznak az eredete, illetve a sötétségnek az eredete. Én eddigi ismeretem szerint azt tudom mondani, hogy a világosság az maga az élet, az az élet, amiben nincsen halál, nincs benne elmúlás, nincs romlás, nincs halandóság, és erről az életről mondja a Biblia, hogy ez az élet maga az Isten, Isten ennek az életnek a forrása. Éppen ezért, mivel az Isten az életnek a forrása, és minden teremtménynek Isten ad életet, és éppen ezért egyetlen egy olyan létező, nem rendelkezik olyan léttel, amely önmagából származik, önmagában van a forrása, ezért mindennek addig van élete, míg Istennel kapcsolatban áll. És igaz ez az angyalokra vonatkozóan is, tehát az angyalok is az életet, annak ellenére, hogy halhatatlan szellemi lények, az Istentől kapták. Amikor az angyali világnak egy bizonyos része föllázadt Isten ellen, akkor nem csak Isten ellen, mint személy ellen lázadt föl, hanem az élet ellen is föllázadt, és az élettel szemben kínált egy alternatívát, mert az elszakadás az azt is jelentette az angyalok számára, hogy elszakadtak az életnek az adójától, az életnek a forrásától, és azt mondtuk, hogy az élet az embereknek a világossága, tehát hogyha az élettől elszakad valami, egy teremtett lény, akkor annak a belső állapotát az üresség, a semmi határozza meg, a sötétség tölti be, és azt gondolom, hogy a sötétségnek az erői így alakultak ki, tehát egy negatív magatartás Isten személye iránt, mint élet forrás iránt hozta létre a sötétséget. Én úgy gondolom, hogy a preádámi világban nem égi testek világították meg a látható világot, hanem szellemi lények. Ez elképzelhető, ugyanis a Jelenések könyve a világtörténelem végéről úgy beszél, hogy szintén szellemi lény, a Mesiás és az Atya fogja bevilágítani a világ mindenséget, a látható világot, legelőször Jeruzsálemet, és ezért az éjszaka olyan lesz, mint a nappal. Ha egyszer előfordult, tehát ez a lázadás, kérdezi a kedves televízió néző, újra megismétlődhet-e a jövőben? Hát ez, erre nem merek válaszolni, de azt gondolom, hogy elméletileg igen. Nagyon tetszik az adásuk, csak a maguk közvetítését úgy zavarják, mint annak idején a Szabad Európa Rádiót, írja egy kedves televízió néző. Hát tulajdonképpen ez nekem bók, illetve elismerés. A másik, amit meg szeretnék ezzel kapcsolatban jegyezni, hogy a Szabad Európa zavarása is megszűnt. De most félretéve a vicce,
Azt gondolom, hogy vannak műszaki gondok, problémák előfordulhatnak élő közvetítés alatt, tehát nem kell egy tudatos tevékenységre gondolni a hit műsor zavarásával, illetve műszaki problémájával kapcsolatban. Önöket hallgatva merül fel bennem a kérdés, hogy a nem becsületes úton szerzett vagyon milyen hatással van az ember életére és jövőjére. Mit tehet az ember ilyen esetben az ebből szerzett pénzzel és saját magával? Várom válaszát az istentisztelet alatt, köszönöm. Tehát az ebből szerzett pénzzel és saját magával mit csináljon a kedves televízió néző? Azért el kell, hogy mondjam, nem akarok senkit sem megnyugtatni természetesen, hogy azért nem új jelenség a nap alatt, ez Jézus korában is volt. Például ebből szerezte a pénzt Máté evangélista, illetve Máté ott csencselt Galilea partjain, és gyűjtötte a zsozsót, és kiváló apostol lett belőle. De Máté természetesen megtért ebből a foglalkozásból. Vagy Zákeus, akiről szintén azt jelzi fel a Biblia, hogy ebből szerezte a pénzt. Ő következőt tette, hogy a vagyonának egy részét a megtérésekor szétosztotta a szegényeknek, másik részét megtartotta. Jézus azt mondta neki, hogy üdvössége van. Tehát nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni mélyebben. Az imént Nimrodról volt szó, akinek két fia, Hunor és Magyar, vették üldözőbe a csodaszarvast. Ez szerint közvetlen rokonság van Nimrod népe és a magyarok közt, írja egy kedves televízió néző. Hát a bibliai családfában a Hunor és a Magyar nem fedezhető föl. Elismerem, hogy én is, amikor először találkoztam régebben a családfákkal, kerestem ezt a két nevet, hogy hol van a Hunor és a Megyer. Nem találtam őket, sem a sodaszarva sem. Én azt gondolom, hogy a magyarok nem Nimrodtól származnak, mert a Nimrod az Kusnak a fia, a Kus pedig Hámita volt, tehát nekünk sokkal nagyobb áldás lenne, hogyha kiderülne majd az örök ítéletem, hogy a magyarok Jafettől származnak. Ha igaz az, hogy a magyarok szitják, szkíták, akkor a magóktól származnak, ugyanis a legrégebbi tradíció szerint a szkíta népek magóktól származnak. Én azt gondolom, hogy ez a legreálisabb álláspont ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Véleményem szerint a húsevés erőszakot szül, úgy az állatvilágban, mint az emberek között. Kérem, mondja el a véleményét, köszönettel Csányi Viktor. Én azt gondolom, hogy van az állításban némi igazság, de épp ezért ajánlja Pál apostol az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ez szokás, hogy hálaadással kell elfogyasztani az ételt, az Úr megszenteli az embernek az ételét, és ha étkezik, az Úrnak egyék, tehát ebből fakadóan a húsevés nem erőszakot szül az emberben, hanem egészséget, és ezt kívánom minden itt levőnek, televíziónézőnek és interneten keresztül az istentiszteletünket követők számára, hogy a táplálkozásuk által még egészségesebbek legyenek. Tehát nyugodtan lehet fogyasztani húst hálaadással. Azt szeretném kérdezni, hogy miért mindig ugyanazokat az embereket látom az első sorokban. Mások nem mernek a képernyőn közelről szerepelni, vagy a többiek nem is ülhetnek előbbre. Én nem figyeltem fel, de kétség kívül, hogy nálunk is van szamár létra. A modern farizeusok, szoktam mondani, hogy az hátsó sorban ülnek, az a Jézus Krisztus kijelentése óta, nem most viccelek, de van, aki most ül először az első sorban? Emelje föl a kezét.
aki most ül az első sorban először. Tehát vannak most is elsőszülöttek itt az első sorban. Tehát változik. Vannak szokások, és vannak itt olyan emberek, akik azért ülnek az első sorban, mert zenészek, és közel van a hangszer és a mikrofon. Vannak, akik azért ülnek itt, mert presbiterek a gyülekezetben, szolgálatukban a gyülekezetben, tehát többféle ok miatt foglalnak az első sorban helyet. De nagy tisztelettel üdvözöljük azokat, akik a hátsó sorban ülnek. Kedves német úr, a férjem nagyon sokat gépezik. Tehát nyerőautomatákra, félkarú rablókra gondol a kedves televízió néző. Emiatt igen sok a tartozásunk. Nagyon tetszik a műsora. Ha tud, kérem imádkozzon, értünk. Köszönettel egy kétségbe esett feleség. Hát azt kívánom, hogy a férjét szabadítsa meg az úr, és ne a nyerőautomatákba dobálja be a munkájának az eredményét, hanem inkább a családjába, feleségébe és önmagába, akkor is jobban jár. Ez egy szenvedély, olyan függőség, mint az alkoholtól való függőség, vagy a drogtól való függőség. El szeretném mondani a kedves kétségbe esett feleségnek, hogy van megoldás az Úrban, nagyon nagy hatalma és ereje van az Úrnak, és meg tudja az embert szabadítani a különböző függőségekből, és ezt kívánom, hogy a férje legyen szabad. Elég sok szó volt a férfiak felelősségéről a műsorban. Én azt kérdezném, hogy mi van, ha a feleség agresszív és berekszik? Hagynom kellene? Szavakkal nem lehet ráhatni. Mit tegyek, János? Ajjajjajjaj. Tehát a feleség agresszív és berekszik. Én azt ajánlom a kedves televízió nézőnek, hogy szakembertől kérjen egy kis kiképzést. Ugyanis a rendőröket is oktatják, a mentőápolókat is oktatják, és más egészségügyi intézményekben is ott oktatják, hogy az agresszív verekedő páciens beteget hogyan kell lefogni. Mindenféleképpen a jót, agyleve a rosszat jóval kell meggyőzni. Nem helyes, hogyha agresszivitással és veréssel válaszol a kedves János. Tehát éppen ezért szakszerűen kellene eljárni, ezt kívánom. Tehát bizonyos fogásokat érdemes ellesni a hatósági közektől, hogy ilyen esetben, amikor az asszony kezelhetetlenné válik, akkor hogy kell úgy lefogni, hogy az a cselekvés nem kerül az agresszivitásnak és a verekedésnek a kategóriájába. Sok sikert a kiképzéshez! Ha Isten mindenható és szereti az embereket, miért hatnak mégis az átkok, kérdezi egy Edit nevező televízió néző. Igen, Isten mindenható, szereti az embereket, de az egy más kérdés, hogy az Isten érvényesíti a mindenhatóságát mindenkor, minden helyzetben, minden emberben. Ez a nagy kérdés, és erre a kérdésre az a válaszunk, hogy nem. Nem minden esetben érvényesíti Isten a mindenhatóságát. Mint amikor kiváló embereknek is vannak rendkívüli jó tulajdonságaik, de nem érvényesítik a tulajdonságukat egy bizonyos helyzetben, és akkor nem érvényesül természetesen az ő befolyásuk, illetve az erő, szellemi, lelki, intellektuális erő, amivel be tudnak avatkozni egy állapotba és helyzetbe, és abban változást tudnak létrehozni. Tehát pontosan a Biblia arról szól, hogy az Isten mindenható, de mit kell tenni az embernek, milyen feltételeket kell betöltenie, hogy a javára az Isten a mindenhatóságát érvényesítse. Így van ez a minden tudással kapcsolatosan is, hogy Isten mindent tud, de a minden tudását nem akarja mindenkor érvényesíteni,
mert ha érvényesítené, akkor az embert megfosztaná a szabadságtól, és ez nagyon rossz lenne az emberek számára. De nem érvényesíti a minden tudását, és éppen ezért a Bibliában számos olyan történettel találkozunk, amikor Isten csodálkozik egy emberen, hogy miért tette azt, amit tett. És ennek kapcsán meg fel lehet tenni a kérdés, hát hogy? Isten váratlanul érte az embernek a cselekedete? Ha mindent tudó, miért nem tudta előre, hogy az az ember azt és azt fogja tenni? Tudhatta volna, megvan ez a képesség benne, de mivel Isten szabadsággal ruházta föl az embert, és ez is az Isten képűségének egy nagyon fontos vonása, ezért a tudásával nem determinálja a teremtményeinek a sorsát, a jövőjét, hanem a választásoknak a szabadságát, a választásra való szabadságot biztosítja az ember számára, és amit akar, azt tud Isten, tehát nem kell érte aggódni. Az emberek nem tudnak olyan helyzetet produkálni, ami meglepné őt. Én el vagyok átkozva többszörösen, már gyermekkorom óta. Most megismerkedtem egy roma fiúval, annak a rokona is elátkoztak, mivel én fehér vagyok. Mit tehetek? Meg kell térni. Ugyanis Jézus Krisztus mindenkinek az átkát fölvitte a golgotai keresztfára, mert meg van írva, hogy átkozott, aki a fán függ. És ez is a megváltásnak egy nagyon fontos területe és része. Ez azt jelenti, hogy a fiú, a mesiás, ami átkaink helyére állt, és levette ennek következtében az emberről az átkot, és az ember ezért a mesiásban, a Krisztusban megtalálhatja az átoktól való szabadulást. Köszönöm, hogy hozzátok tartozhatok, írja egy másik néző, korábban súlyos alkoholista voltam, azóta jogsit szereztem, most munka mellett esti gimnáziumba járok. Nagyon örülünk, tartsa meg Isten őt. Szeretném, ha tudnának választani a kérdésemre, 2 évvel ezelőtt teherbe estem, de elveszítettem a kicsikémet, körülbelül 6-7 hetes terhes lehettem, nagyon szeretném tudni, hogy ő Istennel van-e most, és feltételezvén, hogy én is Mennyországba kerülnék, láthatom-e és felismerhetem-e őt. Nagyon keveset tudok sajnos a témáról, állandóan foglalkoztat a kérdés, előre köszönöm kedvességüket, Szulák, Monika tette fel ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy a Szulák Monika betölti Isten igényének a feltételeit, meg van írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, tehát azt gondolom, semmi akadálya nem lesz, hogy a gyermekét meglássa a mennyek országában. Most pedig az 1 Mózes 15-höz kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat. Ábrahámmal kapcsolatosan, tehát elmondtuk, hogy Ábrahámmal egy új korszak kezdődött el, és Ábrahám életének a fő központja a magnak a várakozása volt, az utódnak a várása volt. Az 1 Mózes 15-ről azt mondtuk, hogy az Ószövetségnek az egyik legfontosabb része. Azért mondtuk, hogy a legfontosabb része, mert ebben a verszakban található meg a megigazulásnak az eseménye. Először írja le Isten azt, hogy egy bűnös emberből hogyan lehet igaz ember Isten előtt. Először ezt a kérdést nézzük meg, mert az új szövetségnek a megigazulásról szóló tanítása, látása erre az ábrahámi cselekedetre épül. Az 5. és a 6. verszakban a következőt találjuk. És kivívé őt, már Isten Ábrahámot, és mondja, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondja néki, így lészen a te magod, és hitt az Úrnak, és tulajdonítatik ő néki igazságul. Tehát tulajdonítatik néki igazságul. Tehát az előzmény az volt, hogy Ábrahámnak nem volt utódja. Mondtuk, hogy a legfontosabb elem az életében az utódnak a várása volt. Ebben az időben, amit a följegyez az 1 Mózes 15, Ábrahám körülbelül
86 éves lehetett, és még 86 éves korában sem volt utódja. És panaszt tett Istennek, amikor Isten természet fölötti módon megérintette, és azt mondta Ábrahám, akkor még Ábrám volt, hogy íme én nekem nem adtál magot. Ez azért fontos kijelentés volt Ábrám részéről, mert 86 éves korában már az Új Szövetség is ezt megemlíti, hogy Ábrahámnak a teste elhalt, tehát Ábrahám már nem rendelkezett nemzési képességekkel, ezért ő csak várakozott Istenre, és nem értette, hogy Isten az ő beszédét, az ígéretét hogyan fogja beteljesíteni. Másrészt pedig az Ábrahámról, illetve Ábrámról tudni kell, hogy ebben a helyzetben Ábrám pogány volt, körülmetéletlen és bűnös ember volt, annak ellenére, hogy már Isten többször is megjelent neki, és ő követte Istennek a beszédét, de Ábrahám még pogány volt, bálványimádásnak a hátteréből jött, ugye ezért hagyta ott az Úr városát, valamint körülmetéletlen volt, és egyértelmű teszi az 1 Mózes 15, hogy az Isten előtt még nem volt igaz. Tehát nem rendelkezett még a hite olyan erővel, vagyis a hite nem volt olyan szinten, amely üdvösséget szerzett volna Ábrahámnak, amelynek következtében Isten őt igaznak nyilvánította volna. Ebben a történetben tehát, amikor Isten azt mondta az elaggott Ábrámnak, hogy nézd meg az égnek a csillagait, és számold meg őket, így lesz a te magod, akkor abban a pillanatban Ábrám hit Istenben, hit Isten igéjében. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum az egész Bibliában, és az első olyan hit megnyilvánulás, amely az Isten természet fölötti erejére vonatkozik, arra az erőre vonatkozik, amely az elhalt emberi természetet meg tudja eleveníteni, új élettel tudja betölteni. És ekkor, amikor Ábrahám szívében meggyőződésre jutott, hogy az Isten nem csak igaz Isten, hanem mindenható, képes az elhalt emberi testet, a halandó, romlandó testet megeleveníteni, és újra az elhalt test részekben életet helyezni, akkor azt mondja a Biblia, hogy az Ábrahám e hita miatt az Istentől igazságot kapott. Ez a nagyon fontos kijelentés azt bizonyítja, hogy egyetlen egy ember az ég alatt nem tud cselekedetek által megigazolni, mert az ember nem tud önmagának igazságot szerezni, maximum társadalmi igazságosságról lehet beszélni, de arról az igazságról, amiről a Biblia beszél, ami a Biblia szerint természet fölötti valóság, amely maga az Isten, sőt, a Krisztus is úgy határozta meg magát, hogy én vagyok az igazság, én vagyok az út, én vagyok az élet. Tehát az igazság a személy, amit az ember cselekedetek által nem tud megragadni, nem tud megszerezni, azért, mert a bűnnek a következtében az emberi természet elveszítette Istennek a jelenlétét, és az ember meg van fosztva az Isten jelenlététől, akkor nem csak az élettől van megfosztva, hanem az igazságtól is meg van fosztva. És a megfosztott ember, aki nem rendelkezik igazsággal, az az Isten előtt bűnös. És a Bibliának egyik fő témája az, hogy ebből az állapotból az ember hogyan tud kikerülni, az Isten hogyan teszi az embert igazzá. És erre a kérdésre az a válasza a Bibliának, hogy Isten az embernek tulajdonított igazságot ad, tehát ő tulajdonítja, ő adja az embernek az igazságot,
És ez az adás akkor történik meg, hogyha az ember elfogadja Istennek a képességét, elfogadja azt, hogy az Isten képes arra, hogy a halottakat föltámasztja, az elhalt testeket életre keltse. Ez az a hit, ami üdvösséget, vagyis megigazulást eredményez az embernek, mert az üdvösségnek az oka nem más, ebben a történetben is burkoltan benne van, mint az Isten teremtő és föltámasztó ereje. Ez az oka, ami az embernek ad hitet, illetve a hitének a jutalmát megkapja, a megigazulásnak az ajándékát. A megigazulás alatt pedig azt a folyamatot értjük, amikor Isten egy embernek a kegyelemből, ingyen ajándékból igazságot ad, és azt mondja Isten, nem érdekel, hogy eddig milyen dolgot követtél el, nem érdekel tovább, hogy milyen bűnt követtél el, azért, amiért a képességeimben, a teremtő erőmben, a mindenható erőmben hiszel, ezért én igaznak nyilvánítalak tégedet. És ez a nyilvánítás eredményeképpen az ember az Isten előtt igazzá válik, és a megigazult ember képes arra, hogy az Istennek az áldásait, ajándékait birtokba vegye. Ezért az Isten keresésnek egyik legalapvetőbb eseménye a megigazulásnak a folyamata, amikor tehát Isten ingyen ajándékból a hitet gyakorló embernek igazságot ad, másrészt pedig a megigazulás tartalmazza ezt is, hogy fölmenti az embert a bűntől és a bűnnek a következményétől, sőt a végső következményétől is, a kárhoztató ítélet alól. És az ember föl van mentve a kárhoztató ítélet alól a mindenható részéről, akkor az ember bűntudat nélkül, bűnérzés nélkül jelenhet meg Isten előtt, és Istennel létrejön a személyes kapcsolata, a személyes közössége, tehát életközösség jön létre ettől a pillanattól fogva. Ábrám életében tehát ez történt meg, és sokszor megkérdezik, hogy ennyi, ilyen könnyen az ember igazzá válhat. Igen, a megigazulás az ilyen könnyű az ember számára, és azért könnyű, mert Isten könnyűvé tette. De magának Istennek ez nem volt olyan könnyű. Mert a megigazulásnak az alap eseménye, ugye az áldozat, a názareti Jézus halála, és a halálból való föltámadása, és a föltámadásban bizonyította be Isten, hogy képes arra, hogy a halott embert föltámasztja, képes arra, hogy a halott embert megáldja halhatatlansággal és romolhatatlansággal. A megigazulás előfeltétele annak, hogy egy emberben az Isten képűségnek a tartalma és lényege realizálódjon. Hogy az ember életében újra megjelenjen az örök élet, újra megjelenjen Istennek a jelenléte, az isteni szabadság, az isteni igazság, az Istennek a bölcsessége, és a teste számára pedig a halhatatlanság és a romolhatatlanság. Az ember ezt elveszítette, és ezt fogja visszakapni a megváltásnak az útján, és a szövetségek történetéből azt lehet következtetni, hogy az ember az Istenhez a megváltás útján tud eljutni, és nem a fejlődésnek az útján, mert a fejlődés útján jutna el az ember az Istenhez, akkor a cselekedetével meg tudná az ember magát váltani. De Ábrahám sem cselekedetek által váltotta meg magát, Ábrahám sem cselekedetek által igazult meg, hanem hit által. Ez nem azt jelenti, hogy elegendő csak a hitnek a gyakorlás az Istennel való közösségbere, de maga a megigazulásnak a folyamatában a hit játsza a központi szerepet. Az Isten követésében, ezután az Istennek a keresésében már az embernek árat kell fizetni, hogy az Istennel való közösségében mindenkor megmaradjon. Most nézzük meg, hogy Pál apostol Ábrahámnak a megigazulását hogyan értelmezte a harmadik, illetve a rómaiakhoz írt levél
negyedik fejezetében. Hogyan igazult meg Ábrahám? Kérdezi Pál apostol, mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna terv szerint, mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonítatik ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amen. Tehát Pál apostol ugyanezt fejti ki, vagyis az 1 Mózes 15-ben található eseményeket értelmezi, és azt mondja, hogy Ábrahám, ha cselekedetek által igazult volna meg Isten előtt, akkor lenne Ábrahámnak oka, hogy dicsekedjen, de nem az Isten előtt. De az Ábrahámról az van megírva, hogy nem cselekedetek által lett igaz ember Isten előtt, hanem a hit által akkor igazult meg, amikor Isten azt mondta neki, egy abszurd állítást mondott Ábrahámnak, hogy így lesz a te magod. Hogy a magodból olyan sokan fognak származni, mint az égen található csillagok. Ebben a pillanatban Ábrahám levette a szemét a saját testéről, az elhalt testéről, és tudta nagyon jól, hogy a jövője nem az elerőtlenedett, elhalt testétől fog függni. Vagyis nem természeti törvények fogják meghatározni a jövőjét, hanem Istennek az igéje. És ezután Ábrahám a láthatóról és a látható dolgoknak a megtapasztalásáról és a tapasztalatok által szerzett érzetekről és képzetekről levette a szemét, és ezután csak arra figyel, amit Isten mondott, és ahogy mondja az Új Szövetség, hogy nem gondol többé az elhalt testére, hanem tudta nagyon jól, hogy ő atya lesz, Isten meg fogja áldani fiúval. Miért? Mert Isten mondta. Pedig lehetetlen ez számára. A testének a törvénye és állapota ezt sugta neki. De az Ábrahám nem a testének a hangjára hallgatott, amikor Isten azt mondta neki, hogy így lesz a te magod, hanem ezután Istenben hitt, és meg volt győződve arról, hogy amit Isten mond, azt megcselekszi. Miért cselekszi meg? Azért, mert erre képes. Azért, mert ő képes arra, hogy az elhalt emberi természetet megelevenítse, és annak új életet adjon. Ezért a hitnek a tárgya ugye az új élet, az isteni örök, romolhatatlan élet. Az az élet, ami a látható világban nincs jelen. Nincs jelen a természetben, nincs jelen az állatvilágban, nincs jelent az emberiségben. Egyetlen egy személy hordozta teljes mértékben a Mesiás, a Krisztus, ő benne jelent meg az élet, és ezért mondja evangélium, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Vagyis az evangélium attól jó és öröm hír, hogy kihirdeti az emberek számára, hogy az Isten előtt a bűnös emberek igazzá válnak, hogyha elhiszik, hogy Isten föltámasztotta valóságos halál állapotából az ő fiát, Krisztust, és őt tette az emberiség megváltójává, királyok királyává, urak urává. Folytatjuk tovább a 1 Mózes 15. fejezetéhez. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok vissza. A szövetség kötésnek a történetét vizsgáljuk meg most a 9. verszaktól. S felele néki,
Hozz nékem egy három esztendős üszőt, és egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerlicét és egy galambfiát. Elhozzá azért mindezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek a fele részét, a másik fele része ápellenébe helyeztette. De a madarakat nem hasította vala kétfelé, s a ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat, és lőn naplementekor mély álom lepi meg Ábrámot, és íme rémülés és nagy sötétség száll őre ám. Mondja az Úr Ábrámnak, tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, amely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annak utána kijönnek nagy gazdagsággal. Te pedig elmész a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénységben. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. S amikor a nap lement, és sötétség lőn, íme egy füstölgő kemence, és tüzes fákja, amely által ment a húsdarabok között. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, mondván, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátész folyóig. Ámen. Tehát, Ábrahám a ókori szokás szerint, amiután megigazult és igaznak nyilvánította Isten, tehát igazzá való nyilvánításról van szó a megigazulásnak a folyamatában, a Biblia erről tanít, és nem az ember szerzi meg az igazságot cselekedetei által. És éppen ezért a megigazulás az Isten jó kedvéből származik. Oka nem az emberi kiválóság, nem az emberi érdem, hanem az Istennek a tulajdonsága, hogy jó kedvű az emberekkel kapcsolatosan. Szereti az embereket. Ezért minden áron ki akarja őket rántani a sötétségnek a függőségéből, ki akarja rántani az igazságtól, az élettől, a boldogságtól megfosztott állapotból. Ez az Istennek az elkötelezett akarata már az Ószövetségben is. Amikor Ábrahám tehát igazzá vált a szövetségkötésre, tehát az egyezményre, a szerződésre, Isten és Ábrahám között ezután került sor. Az ókorban azt mondták, hogy szövetséget vágnak. Ez azt jelenti, hogy az áldozati állatokkal szimbolizálták azt, hogy a szövetséget kötő felek között vérszerződés jött létre. Hogy haláluk által is meg fogják tartani ezt az egyezményt. Egész életükben egymáshoz köti a vérszerződés. Ezért kellett a két félnek átmennie a két oldala, illetve a két oldalra felállított áldozati húsok között. Ebben a helyzetben, tehát amit Ábrahám csinál, látható, hogy Isten természet fölötti ereje az egész térséget, az egész áldozatot betöltötte. Azonnal lehetett látni, hogy a menny válaszol Ábrahámnak, a menny együtt működik Ábrahámmal. Éppen ezért az egész cselekmény szimbolikus, tehát kijelentéseket tartalmaz a végidőkre, az Izrael történetére vonatkozóan, és a megváltásra vonatkozóan is. Az első ilyen nagyon érdekes és figyelemre méltó esemény, hogy amikor földre helyezte a fákra Ábrahám az áldozatot, ugye itt is azonnal már eszünkbe juthat,
hogy az áldozatot az új szövetségben is a fára helyezték. Abban a pillanatban a ragadozó állatok, madarak megjelentek, és olvasuk, hogy Ábrahám elzavarta a ragadozó madarakat az áldozati hústól. Hangsúlyozom, hogy ennek szimbolikus jelentés tartalma van, azt jelenti, hogy a szövetségben megnyilvánuló Isten akaratát ellenséges erők meg akarják hiúsítani, a ragadozó madarak az ellenséges erőket jelképezik, de ez az erőfeszítésük kudarcra és vereségre van ítélve, Ábrahám és a magja és népe meg fogja nyerni a csatát, és érvényesülni fog végeredményben az Istennek a tökéletes akarata, a szövetséget, amelyet sokan az elmúlt időkben is, évszázadokon keresztül is megtagadtak, elvitatták, végül is ez a szövetségről ki fog derülni, hogy a mai napig az Ábrahámmal kötött szövetség érvényben van, és erre vonatkozóan Istennek a magatartását meghatározza. Isten elkötelezte tehát a szövetséges sének magát, és éppen ezért kiszámítható Istennek a bánásmódja Ábrahám leszármazottaival kapcsolatban. A másik fontos dolog, hogy ugye jöttek a proféciák maga Ábrahámnak a leszármazottaira vonatkozóan, hogy 400 esztendeig fognak idegen hatalom fennhatósága alatt élni, rabszolgaként, ahonnét az Úr meg fogja őket szabadítani 400 év múlva, ez 430 év lett, ez egy más kérdés, hogy mi az a 30 év különbség, de nézzük meg inkább azután történt eseményeket, amelynek nagyon fontos jelentés tartalma van. Tehát lement a nap, a sötétség, tudjátok, hogy nap közel-keleten nagyon hirtelen, a nap lemente után beáll az este, a sötétség minden átmenet nélkül szinte gyakran, hirtelen nagy sötétség zuhar a földre, a csillagok sem láthatóak gyakran, amikor hirtelen elmegy a nap a horizontról, és bejön a sötét éjszaka. Tehát ekkor Ábrahámra Isten mély álmot bocsátott, és Ábrahámnak megmutatta az ő leszármazottainak a sorsát. És Isten a fára felhelyezett áldozati húsokon átment, mint füstölgő kemence és tüzes fákja. Ez azt jelenti, a füstölgő kemence, hogy Izraelnek és a zsidóság történetének a szenvedés korszakára hívja föl Isten a figyelmét Ábrahámnak, hogy ennek a népnek, a te népednek leszármazottainak a sorsát, a történelmi pályafutását egyrészt a füstölgő kemence fogja szimbolizálni, jelképezni. Ez a szenvedés. De a füstölgő kemence mellett ott van a tüzes láng, az Istennek a ruákja, a szelleme, amely beavatkozik az ő népének az oldalán, és végül is a kemencéből kikerülve, de megvalósul Istennek az akarata az életükben. Tehát ezek az isteni beavatkozások, az új kezdések, a csodakorszakok, a kijelentések Izrael történetének a világos, a napnál is tisztább időszakát jelképezik, és ezzel is Ábrahámnak kifejezte Isten, hogy végül is nehézségek árán, de az ő népe be fogja futni az Istentől kapott történelmi pályát, és betölti az ő feladatát, és az egyik legnagyobb feladata, hogy a magot, a magnak a megtestesülését elősegítse, és a maghoz, az Ábrahámnak a magjához, amellyel kapcsolatban Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, a te magodban megáldatnak a nemzetek. Itt kiderül, hogy Isten már akkor is az egész világra gondolt, és azért szükítette le Ábrahám vonalára a kijelentés történetét, hogy olyan népet hozzon ezáltal létre, és olyan családfát hozzon létre ezen belül,
amely által a Mesiás megkapja a tiszta, bűn nélküli emberi természetet, hogy az isteni élet, az isteni erő, a föltámadásnak az ereje az emberben jelenjen meg a történelem színpadán. És ez történt meg a hitünk szerint az új szövetségben, és názareti Jézus Krisztus, aki az Ábrahámnak a magja, mert amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a te magodban áldatnak meg a nemzetek, akkor a Mesiásnak egy nagyon fontos ismérvét határozta meg Isten, hogy a Mesiásnak Ábrahám leszármazottjának kell lenni. A maga Bibliában mindig az utódot, a leszármazottat jelenti. Tehát a Mesiás Ábrahámnak a családjából kell származnia, és ez a mag fogja az Ábrahámnak az adott ígéreteket valóságossá tenni, ahogy az új szövetség mondja, igenné és ámenné, hogy a nemzetek ő általa rá csatlakozzanak az Ábrahámnak az áldására és ígéretére, és az Izraelben támadt üdvösség minden nemzetre kiáradjon, és áldott legyen a föld, és megszabaduljon az emberiség a gonosznak, a sötétség erőinek az elnyomása alól. Tehát ez az a szövetség, amelyet hit szövetségének nevezünk, amely szövetségnek egyetemes jellege van. A 17. fejezetben olvasuk a körülmetélés szövetségét, amikor Ábrahámnak Isten azt mondta a 10. verszakban, ez pedig az én szövetségem, amelyet meg kell tartanatok én közöttem és ti közöttetek, és te utánad való magod között minden férfi körülmetéltessék nálatok. Tehát világos, hogy amikor Isten Ábrahámnak adta ezt az útmutatást, illetve parancsolatot, ezt is Isten szövetségnek nevezte, egyezménynek nevezte. A két szövetség között legalább 13 év telt el, mert itt a Biblia tartalmazza, hogy a körülmetélés szövetségében kötésekor Ábrahám 99 éves volt. Miért fontos az, hogy Ábrahámmal két szövetséget kötött Isten? És azt gondolom, hogy ezt, ha valaki megérti, akkor radikálisan meg fog változni a kereszténységről kialakított álláspontja, és megérti azt, amit Pál apostol nagyon csodálatosan kifejtett a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének a 9. verszakától. Nézzük meg, hogyan értelmezi Pál apostol a két szövetséget. 9. verszak. Ez a boldogság tehát zsidónak vagy pogánynak is tulajdonítatik. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítatik igazságul. Miképpen tulajdonítatik tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségben tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte. Hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek, és azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyáknak, Ábrahámnak, körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Tehát a kérdés az, hogy az Isten ki igazít meg, mert a megigazított embereket mondja Isten boldog embereknek. A kérdés az, zsidóknak adatik-e csak, vagy adatik a pogányoknak is. Abban a korban ugye így volt a helyes kérdés feltevés. Ma talán meg kellene fordítani, hogy csak a pogányoknak adatik-e a megigazulás, vagy olyan a zsidóknak is adatik-e. Erre Pál apostolnak az a válasza, hogy mind kettőnek adatik a megigazulás, akár zsidó bűnösről van szó, akár nemzetekhez tartozó bűnösről van szó, hogyha Ábrahám hitének a
nyomdokán jár, akkor Isten etnikai hovatartozásától függetlenül boldognak mondja, megigazultnak nyilvánítja, kegyelembe részesíti, megbocsátja bűneit, és számára a menny otthonná fog válni ezek után, és elindulhat a menny felé vezető úton. Ezt kívánom minden jelenlevőnek, és kedves televízió nézőknek is, azoknak is, akik az interneten követik Isten tiszteletünket, hogy Isten előtt legyenek igazak, és éppen ezért higgyenek az Úrban, az ő hatalmában, erejében, amely a halottakat képes föltámasztani. Fogják még a jövőben is közvetíteni az Isten tiszteleteket az ATV-n, vagy kinyírják ezt a tévét, kár lenne érte, már csak az önök műsora miatt is, Ákos Zákányból. Nem fogják az ATV-t kinyírni, tehát ma reggel is egy nagyon színvonalas adás sugárzott reggeli hírműsorokkal. Én azt gondolom, hogy az ATV a helyén van, és továbbra is fogja sugározni a műsorait, és reménységünk szerint a Híd gyülekezete is megőrzi ezt az adásidőt. Véletlenül kapcsoltam ide, de még ilyen nem láttam életemben. Jó, mint a Big Brother. Tisztelettel egy nézőjük Dunai városból. Ezzel maximálisan egyetértünk. A Big Brother ennek az adásnak az ellentéte. Ott, amit csinálnak, mi annak az ellentétét tesszük. A két értékrend nem kompatibilis egymással. A héten megdöbbentő volt, hogy Paks környékén leromboltak egy olyan házat, amelyet egy roma család megvásárolt. A lincs hangulatot sem a polgármester, sem a papok nem csillapították. Jó lenne, ha önök mondanának valamit, ami segítene helyreállítani a békességet. Hát ez nagyon szomorú dolog, és ha így ezek a jelenségek megmaradnak és folytatódnak, akkor a Magyarország nagyon szomorú jövő előtt áll. Ez a múltban is a magyarságot nagyon sok tragédiába sodorta, a rasszizmus, a fajgyűlölet, úgyhogy mi ezt csak el tudjuk ítélni, mindenki Isten teremtménye, etnikai hovatartozásától függetlenül rendelkezik mindenki azokkal az magával hozott jogokkal, ami miatt mindenkit, minden etnikumhoz tartozó embert tisztelni és becsülni kell. Kiszaladtunk az időből. Kérlek benneteket, álljunk fel, és imádkozunk. Mennyi atyánk az Úr Jézus nevében, köszönjük, Uram, hogy szereted az embereket, és könyörgünk, Uram, hogy Magyarországot szabadítsd meg a gyűlölködésekből, szabadítsd meg a fajgyűlöletből. Add meg, Uram, hogy a romák és a magyarok és más etnikumhoz tartozó emberek között békesség legyen ebben az országban. A názareti Jézus nevében rombold le, Uram, az ördög minden munkáját, az embergyilkosnak a munkáját, amely az embereket emberek gyűlöletére tanítja. És érítsd meg az emberek szívét, hogy megváltozzanak, megtérjenek, megszabaduljanak, és tégedet szolgáljanak teljes szívükből, és az embertársaikat szeressék, mint önmagukat. Áld meg őket, Uram, békességgel, áldással és egészséggel, a Jézus nevében. Amen! Kedves nézőink! Ha velünk együtt önök is szívesen tennének országunk szellemi erkölcsi megújulásáért, köszönettel fogadjuk megtisztelő adományaikat a képernyőn látható bankszámla számra. Hogy ne csak a vasárnap, hanem minden nap vidám legyen.